Ősidők óta fűz össze kultúrákat és népeket nagy folyamunk, a Duna. Partjai mentén ma már 80 millió ember él. Áldott szerencse, hogy néhol a Duna mente még szinte épp. Dúsan burjánzó ártéri erdőket éltet a bővíz. Ugyanakkor a mellékfolyók és a hajdani, javarészt már lefűzött árterületek kiterjedt rendszere, mondhatni fél-európányi. Ausztriában, Bécsváros alatt a Dunaligeti Nemzeti Park alapítása jelentette az első nagy lépést abban a programban, amelynek a lényegét két szó megadja. Zöld Duna. És van már folytatás. 1996 áprilisában hozták létre Bécstől mintegy 400 folyamkilométerre, Dél-Magyarországon az új Duna-Dráva Nemzeti Parkot. Megalapozói most arra törekszenek, hogy nemzetközi támogatást, valamint pénzt szerezzenek létfontosságú terveikhez. A Zöld Duna. Testvéri Dunai Nemzeti Park Magyarországon. A három táj, a Gemenc, a Béda és a Karapancsa körüli ártér futópillantásra alig különbözik az osztrák dunamenti ártéri erdőktől. A tél azonban itt délebre zordabb, hidegebb. A Pannon klíma nem minden évszakban szelíd. A holtágak vastag jégpáncélja megnehezíti az életet jég fölött jég alatt, s van, aki alul marad az éhség és a hideg elleni küzdelemben. Ez a varjú pillanatra sem hagyja nyugton ős ellenségét, a rétisast. Míg Ausztriában a rétisas csak ritka téli vendég, itt nyáron is otthonos, fészkel és költ. A vidra, amely sajnos a Bécs alatti Dunaligeti Nemzeti Parkban egyáltalán nem él, Magyarországon is súlyosan veszélyeztetett faj. A Magyar Vörös Könyvben a fokozottan védett állatok listáján szerepel. Halat, vadacs, mi jó falat. A vidra nem csupán a halat kedveli. Akár egy patkány is jó ízű zsákmányául szolgál. Egy kifejlett vidra napi másfél kilónyi táplálékában hal és kisemlősök mellett rák, kagyló és béka is lehet. Március lassan feltördeli a téli jégtakarót. Tavasznak sietős a dolga. Néhány nap, néhány hét, és kizöldül az ártér, a ligetes Dunamente. A Gemenci Duna ártérben a természet nagylelkű, szinte pazarlóan kínál sok-sok állatnak életteret. A szürke gém például, amely a halastavak táján nem minden ok nélkül, nem kívánatos vagy éppen üldözött, itt, a Nemzeti Parkban szabadon élhet, szaporodhat. Berögződött félelme az embertől, azonban itt is megmaradt. Ez a szorgalmas gyalogló, a nünüke, lépten nyomon föltűnik márciustól a Bécs alatti testvér osztrák nemzeti parkban is. Sajátossága, hogyha veszélyt érez, lábaiból olajos cseppeket bocsát ki, amelyek mérgezőek. Németül úgy is nevezik, olajbogár. A 19. században Magyarországon még 2,4 millió hektár borított ártéri erdő. Ma már csupán ennek a 6%-át. Harmad részét a Duna mentén.
az új magyar nemzeti parkot morotvák, holtágak szerteágazó rendszere hálózza be. Ezek életereje azonban már nem a régi. Feltöltődnek, öregszenek. Az elmúlt másfél évszázadban végzett árvízmentesítés következtében Magyarországon a talajvíz szintje általában lecsökkent. A talaj sok helyütt kiszárad. Ritkábbak lettek a nagy árvizek. A szlovák bősi erőmű, a nagyzási mániának ez a betonba öntött erőműve pedig ezt még fokozza. Az innen fölfelé 200 folyamkilométernyire lévő bős gabcsikovói dinoszaurusz megépítése okán 1996-ban először nem lepte el nagyobb víz a Duna-ártéri erdeit sem tavasszal, sem koranyáron. Így csak nyomokban mutatja régebbi, igazi képét ez a táj. A kisebb áradás csak lassan, mint egy tétovázva érkezik, először csupán a mélyebben fekvő réteket borítva el. Ami persze jó is, megkönnyíti a vad menekülését a mégis víz alá kerülő területekről. Végül azért az egész erdőt elborítja a víz, ha nem is túl magasan. És ekkor a látvány már azt idézi, amikor a Duna még szabadabban, féktelenebbül uralta a tájat. Az áradás, az árvíz a közhiedelemmel ellentétben nem csak vagy nem föltétlenül átok, természeti csapás. Van, ahol és amikor áldás. Feltölti a talajvizet, javítja a folyó öntisztulását, átmosva a medret. Stápanyagokat szállít, visz és hoz, természetes módon megtrágyázva az ártereket. Bőségben fürdet, sok-sok élőt, ahová csak elér. Földúsítja tápanyagokkal magát a vizet is. Így lehetséges, hogy csak a Gemenci Duna szakaszon 47 halfaj él. Az évi menetrendszerű árvíz, már ha megjön, akkor is segíti az állat és növényvilág sokféleségének fennmaradását, ha közben gondot bajt hoz, ha tőle menekülni kell. E gondban bajban olykor különös barátságok születnek. Igen, a Dunamenti ártéri erdők jövője elválaszthatatlan az árvizektől. Ám ezek egyre ritkábbak és rövidebbek. A Világ Természetvédelmi Alap Zöld Duna programja keretében a mellék és a holtágakat mélyíteni fogják, s utóbbiak némelyikét ismét összekapcsolják a főágakkal. A régen lefűződött őságak, a morotvák, a Duna ártér nagy víztározói. Nyaranta, egzotikus akváriumok, ezernyi elbűvölő élőlénnyel teli. Aszályos időben üt az utolsó órájuk a kisebb vizekben élő állatoknak. A szárazság áldozatává lesz, amelyik nem tud időben menekülni. A mocsári teknősnek könnyű a dolga. Nevét meghazudtolva, fürgén odébb áll egy másik vízig. Ám a halaknak nincsen esélyük. Pannónia nyara kedvez a mocsári teknősöknek. A forró nap melegítette, partmenti fövenyben tojásai jól kikelnek. A legzordabb téli időt kivéve az ártéri erdő terített asztal. Élelemhiány itt, ekkor nem fenyeget. A párolgás viszont nagy. Hirtelen száradnak ki a tócsák. Lomha földi békák szanaszét görögnek. A száradó talaj repedéseiben keresnek menedéket újabb esőig a fiatal barna varangyok.
Gemenci Duna ártérben eddig megfigyelt 227 madárfaj közül különösen fontos, értékes a fekete gólya. Itt él legnagyobb európai kolóniája. A Nemzeti Park három régiójában, a Gemenciben, a Bédaiban és a Karapancsaiban összesen 45 pár fészkel. A fekete gólya súlyos fészkét embertől távol, erős öreg fák koronájában építi. Neki alkalmas, kevéssé háborgatott természetes erdőség ma már kevés akad. Kárára az ilyen élőhelyet kedvelő más madárfajoknak is, például a seregélynek és egyéb odulakóknak. Az elmúlt évtizedekben az intenzív erdőművelés, az erős fakitermelés sokat rontott a magyarországi ártéri erdőállományon, csökkentve ott az állatvilág életesélyeit. A Világ Természetvédelmi Alap és az új Duna-Dráva Nemzeti Park az őshonos növény- és állatvilágnak kíván kedvezni, elősegítve az ártéri erdő természetes megújulását, olyan megújulását, aminetán nem más, mint az, hogy hagyjuk az erdőt békén, lábán megöregedni. A Nemzeti Parkban a jövőben a fák állva halhatnak meg. Motorfűrész nem hóhírolja le őket. És ha egy napon magától kidől, nagy recsenéssel leomlik egy fa, akkor a helyén új élettér támad más növények számára, a gombáknak, rovaroknak. A természet örök körforgása így helyreáll. A magyar Duna ártéri erdők királya a rétisas. Európának ezt az egyik legerősebb ragadozó madarát is a kihalás fenyegeti. Fészkét erős öregfákon építi ő is. A Nemzeti Park e büszkeségéből 10 költőpár fészkel itt, szigorú védettségben, embertől alig háborgatottan. Bár ez a 10 költőpár ma soknak mondható, a rétisas ritkán kerül szem elé. Indítsunk bár expedíciót a magyar Duna-ártér legeldugottabb zugolyaiba, ott is inkább csak a fekete gólyák és a gémfélék mozgásával, ha nem a nyüzsgésével találkozhatunk. Ide vonzák őket az árvíz levonulásakor visszamaradt tócsák, pocsolyák, tocsogók, tálcán kínálva a bőséges eleséget, ivadékhalat, evihalat, vizek és réteg gazdag rovarfaunája. Itt, Dél-Magyarországon az élet sokszor a hal körül forog. Indokoltan. A természetes tápláléklánc egyik fő láncszeme a hal, amely a vizek más számára alig vagy egyáltalán nem hasznosítható tápanyagait veszi föl, alakítja ízletes hússá, és így közvetíti nem csak madárfajok sokaságának, hanem magának az embernek is. A horgászok és a halászok aggája, hogy a sok gém kárára lenne a bőhalállománynak, alig ha jogos. A madarak ugyanis csak a fölösleget, az úgynevezett szeméthalat, vagy az amúgy is veszendő példányokat hasznosítják. Ekkora halbőségben néha még a bőtorkú gémet is cserben hagyja a szemmértéke, és túl nagy halba vágja a csőrét. Magyarországon, ha nem is annyira, mint Nagy-Britanniában, sokak mélyen gyökerező szenvedélye a madárvilág megfigyelése. Különösen a fiatalok körében. És az ornitológia jó út a természetvédelemhez. A fekete gólya szárnycsapkodással riasztja föl a halakat. A Gemenc Béda Karapancsa tájék halzabálóinak kulináris köréhez gólyák, gémek, kócsagok, s rokonalkatú és étvágyú madarak egész sora tartozik. Ám sokszor érvényét veszti a közmondás, miszerint él, mint hal a vízben.
hal java azonban mindenképpen az emberé. És a hal hasznosítása a Duna mentén sehol nem olyan kiterjedt, mint éppen itt. A gemenci gímszarvasok agancsának nagysága és szépsége régóta híres Európa szerte. Ez így volt már az osztrák-magyar monarchia idejében is. Ezt a vidéket már akkor lezáratták a kiváltságosok, s maguknak és vendégeiknek kicsiny, ám kényelmes és elegáns vadászkastélyokat építettek. S a vadászat, a vadáztatás jó üzletnek is bizonyult. A jövőben a halászatnak és a vadászatnak egyaránt a nemzeti park igényeihez és feltételeihez kell igazodnia. A világ természetvédelmi alapjavaslata szerint a holtágak hasznosításakor különös figyelmet kell fordítani a fajgazdagság sokféleség megőrzésére, akár a mennyiség rovására is. A közeli városban, Baján, a halfogyasztás igen nagy. Egy főre évente 33 kg. Ez a legmagasabb Európában. Nevezetes halászlé főző versenyeik, meg annyi népünnepély. Itt, ahol a halászat ősfoglalkozás volt, és máig mindennapos elfoglaltság, szórakozás és kenyérkereset, eddig nemigen vették komolyan az engedélyeket. Ezt a nemzeti park már nem tűrheti el. Ám nem csupán emberek kaphatók rajta engedély nélküli halászaton. A vaddisznók jó étvággyal rabolnak ki egy teli varsát, egyben tönkre is téve azt, aminek a természetvédő csak örülhet. Sok régi varsa, amelyet itt az ártereken kiraknak, halálos csapdája lehet víziemlősöknek és madaraknak is. Varsában már megfulladt vidrát is találtak. A vaddisznó, gemenc és a környék egyik bosszúsága. Különösen a nemzeti parkkal szomszédos mezőgazdálkodóknak okoz hatalmas károkat. Ennek fő oka, hogy az elmúlt években vadászati érdekből engedték túlszaporodni. Az ényen süldők is tudják már, hogy a hal pecsenyéhez saláta illik. A konda jól lakottan vonul el. Ám elégedettségük rövid életű lesz. Jön az ősz, a szarvasbőgés és a vadászatok évada. A Duna-Dráva Nemzeti Parkban, amely egyben Európa egyik leghíresebb vad és vadász paradicsoma, az őszi szarvasbőgés a legfőbb esemény. Gyönyörűségére azon keveseknek, akik fül- és szemtanúi lehetnek, netán puskával is, vagy kamerával. Ami még a monarchiában kezdődött, az folytatódott a kommunista hatalom átvétel után is. Gemenc állami vadászterület lett, ahol hazai és külföldi politikusok, valamint a gazdasági élet hatalmasságai részesülhettek a szarvasles vagy cserkészés kiváltságaiban. Ott, ahol különleges, ha nem fantasztikus trófeákat kínál az ártéri erdő. Gemencről nem egy és nem két világrekord gímszarvas trófea származik. Ennek azonban ára van. A területen a vad őrzését és megfigyelését felváltotta az intenzív vadgazdálkodás, fokozott szelekcióval és etetéssel. Az állomány nagyobb lett, mint amennyit a természet eltart. Az ártéri erdő, mondhatni, vadaskerté változott.
A nemzeti parknak most meg kell küzdenie mindennek a következményeivel. A vadállomány ma 3-4-szerese a természetesnek. Kerítéseket bontanak meg, lehetővé téve, hogy a már-már karámokban tartott vad ismét szabadabban mozoghasson. Hogy mennyi a vad, hogy túlszaporodott-e, hogy a nemzeti parkban és környékén mekkora szarvas csapatok, rudlik és vaddisznó kondák tűnnek föl, ez nem csak vadászati és természetvédelmi kérdés. A turisták, a látogatók örülnek a nagy vadsűrűségnek, hiszen így ők hamarabb láthatnak vadat. Ugyanez a mezőgazdálkodóknak kész természeti csapás. Csak Karapancsán az évi mezőgazdasági vadkár 60 millió forint. Gemenc és Karapancs táján a magyar erdők olyan koronás királyai járnak, amelyek elejtéséről köznapi vadász ne is álmodozzék. Az új nemzeti parknak ez a terhes öröksége egyhamar nem számolható föl. A dús vadállományt csak lassan, fokozatosan szabad gyéríteni, figyelemmel arra is, hogy a vadcsapatok körülkerítetlen szerte szökhetnek akár a zöld határon át a szomszédos Szerbiába is. Bár jelenleg a bérvadásztatás még elháríthatatlan kényszer, a nemzeti park vezetése a jövőben nem törekszik majd mindenáron kapitális trófeákra, hanem a rőtvad között is a természetes kiválasztódást fogja engedni érvényesülni. Ahogy eljő az ősz, a gemenci ártéri erdő a költöző madarak álomhatárokat nem ismerő vonulási útján létfontosságú átmenő állomássá pihenőhelyé lesz. Azok a tócsák zsombékosok, amelyek egész nyáron át az itt fészkelőknek nyújtottak terített asztalt, most kiszolgálják az átvonuló madárvendégek sokaságát. Az árvizek elmaradása, a tocsogók kiszáradása végzetes lenne Észak-Közép- és Kelet-Európa tömérdek madarának. Az utolsó, természetes állapotú dunamenti árterek nem csak Magyarországon szolgálnak, a Dél-Európa és Afrika felé vonuló madarak menhelyéül, pihenőjéül, ahol rövid időre nyugtot és táplálékot lelhetnek. Mindeközben jó alkalmat nyerhetünk az egyes madárfajok zsákmányolási, élelemszerzési módszereinek megfigyelésére. A gémek például gyakran a lábukkal zavarják föl, hajtják a csőrük elé áldozataikat. A tollas vendégek száma a vízállás egyenes függvénye. Kedvező időben százával figyelhetünk itt meg fekete gólyát, vagy éppen kanalas gémet, Dél-Kelet-Európának ezt a jellegzetes madarát. Csapatuk mozgása madárbalett. A kanalas gém apró halakból, rovarokból, egyéb vízilényekből álló táplálékát csőrének gyors, ritmikus mozgatásával zavarja, hajtja föl. A nemzeti parkok feladata
Örök időkre megőrizni az olyan ökológiailag létfontosságú területeket, amit kameránk most rögzített. Közbeszúrt megjegyzés halászoknak, a gém nem csupán hallal, rovarokkal is él. Bár az ártéri erdőgazdálkodás, halászat és vadászat hasznából a környék lakossága is részesült, ez kevés. Az új nemzeti park alapvető célja a természetvédelem. De azért a pihenést, az üdülést, az idegenforgalmat is szolgálja majd, és ezzel a társaság gazdasági felemelkedését is. Gemenc állatvilága igazán gazdag, mégsem lelhető meg benne, mert innen régen kihalt a vízi, az ártéri világ egyik jellegzetes emlőse, a hód. Visszatérésére 1996. szeptember 27-én sokak élénk érdeklődése közepette a világ természetvédelmi alap segítségével került sor Gemencen. A három hód Ausztria ártéri erdeiből érkezett, a világ természetvédelmi alap mellett a bécsi Konrad Lorenz intézetnek köszönhetően. Itt a vízhez már maguknak kell utat törniük, átrágva magukat a ketrec farázsán. Ez az újratelepítés egyszerre konkrét és jelképes lépése az osztrák-magyar együttműködésnek a Zöld Dunáért. A Gemenc-Béda Karapancsa térség megóvásáért az új Magyar Nemzeti Park méltán számíthat nemzetközi elismerésre. Közös gondunk, feladatunk őrtálni a ma nagy folyam öröksége fölött, amely évezredeken át formálta Közép- és Kelet-Európa népeit, országait. A Duna-Dráva Nemzeti Park már szinte a létrehozásával valósággá tette a Zöld Duna látomását, s így egyik reménységévé lett mindazoknak, akik féltik Európa mind több veszélynek kitett természeti környezetét. A magyar változat munkatársai. Magyar szöveg Lázár István. Narrátor Helyei László. Hangmérnök Galambos Károly. Gyártásvezető Halák Miklós. Rendező Siska Vince. Készült a Magyar Televízió Részvénytársaság Natura szerkesztőségében 1996-ban.